itt a Velence szálló. Aki valaha is Székesfehérvár vendéglátóipari múltját, történetét figyelte, azt tudja, hogy milyen rendkívül fontos volt a város szívében. Ez a Vicsi palota volt, ez a gyönyörűség. Tiszti klub volt. Így van, tehát de... akkor beszéljünk egy kicsit arról, hiszen azt is tudjuk, hogy egy hatalmas belövést kapott, aztán 1947-ben elkezdték felújítani, és végül, ha nem is olyan szép lett, mint annak előtte, és, de azért akkor már elfoglalhatta hát méltó az... helyét. Hogy tehát megkapta oda? A vállat, megkapta a fekete sast először, aztán utána egy tisztiklub, vagy katonasági volt, nem tudom, mi volt a tisztiklub, mi volt tisztiklub a vendszálloba előtte, és vállalatra adta a feketesas szálló épületét, és megkapta a Velence szállót. Ezt akkor átalakították, én dolgoztam a Szabadság étteremben, nem is nagyon foglalkoztam vele, nagyon jó helyen volt. Jó kollektíva volt, ez nagyon fontos a vendéglátásban, hogy egyet értsen a szakácsról kezdve a felszolgálók, mindenki is, nem fúrás, faragás, mentem, közös, otthon érezte magát szinte mindenki. Végre lett a munkaidejének, az emberek nem mentek haza. Tessék elképzelni, olyan kollektíva volt, befejezte az adminisztrátortól kezdve a szakácsig, az még utána ott dolgozott, és ott, szóval otthon érezte magát mindenki. Hát én nagyon jól megvoltam, és 62-ben nyári szezon végeztével ugye hozzánk tartta, akkor a városhoz tartott a Velencei tó is, és annak az ellátása bizony elég nagy problémát okozott, és nagyon fontos feladat volt. Szól a vált, igazgató, hívhatnak be az igazgatóhoz, és közlik velem, hogy tudom, szeptember 10-én, vagy valamikor szeptember elején vegyem át a Velence szállónak a vezetését. Hát engem meglepett, mert én nem voltam pártag. És a Velence szálló vezetésé, az már elég komoly beosztás volt ahhoz, hogy valaki hogy pártag kapja. Hiszen a kollégám, a helyteseim, meg kell mondani, pártvezetői is tagok voltak, Ráda Jóska is, Szakács, a Pásztor Jóska is. Egyre a Bódis Kálmán nem volt, meg a Porosztai Pubi. Ők voltak még a helyteseim. És hát így kerültem a Velence szállóba. Nem vihettem senkit magammal. Egyedül, akit elvihettem, a kenyeresen volt a szakács, hát azért szolgaszkodtam, hogy adnásra bármilyen, és volt egy nagyon kedves, idős ismerősöm, aki először dolgozott éttermében, az adminisztrátorunk volt, a Frosz Irmus. Irmust vihettem magammal, az később, ez egy külön történet, hogy lett 4 órás munka erről az Irmus. Kirúgták, hogy ezt így nyugdíjazták, nem tudott megélni, és akkor mondtam, jöjjön, csak járjon be, kap egy ebédet, nem kell neki dolgozni, ott a Szabadság volt dolgozni. Az Irmus rád dolgozott ingyen, azt megtudták, lett bele egy balé, a végén olyan megoldást találtak, hogy 4 órásként alkalmazták, mert szegény Szőrsi János, aki jó barátom volt egyébként, elkezdtelen beszélni, hát hogy gondolsz, hogy nincs bejelentve, aki is itt dolgozik nálad, hogy baleset történik, vagy bármi. Hát nem csak neked, mert őnek is baj. Szóval így került az Irmus, belemegyütt a Velence szállóba. Egy frekventált helyet hogy lehet felhozni? Hát többféleképpen. Mindenképpen igyekeztem arra, hogy jó legyen a konyha, ahol van előfizető, bővel, nem tudom, hogy már pontosan meg, de több száz előfizetője volt. Ott azért mindig van arra lehetőség, hogy földolgozz ember, ne maradék étel legyen az alkalmba se. Tehát el tudtam, első megszilárdítás az volt, hogy a konyha jó legyen. A másik, hogy a felszolgálók udvariasak legyenek, és harmadik, hogy szórakoztatás legyen az üzletben. A negyedik, hogy külföldi szálloda lévén az idegenforgalmat megpróbálom fölemlíteni. Hát ezek így lépcsőzetesen mindegyiket sikerült megoldanom. Jó lett a konyhánk, jó zenekar tudtam hozni. Elhoztam a zenekar, a Döme Misinek volt egy legenda, igen. Hát a Misi, ugye baráti viszonyban voltunk mi a Misivel. Ha a névdepon volt, hát ott aztán igen. Jól érezték ők is magukat. És hát lett, és amellett meg szalonzenekart is hoztunk. Tehát volt cigányzenekar is, szalonzenekar is. Nagy volt ez a helyiség, amit később
a rekonstrukció révén, akkor 67-ben lebontattak, az még megvolt, úgyhogy sikerült az étterem forgalmát, hogy megnyitja a színház, és elértem azt, hogy a pesti IBUSZ központba, hogy többször fölmentem, lehívtam a érintett előadókat, akik a megrendeléseket küldték az IBUSZ-tól, bemutattam nekik a szállodát, szerveztem műsort a részükre. Jól érzték magukat egy éjszaka. Szép lassan baráti viszony kialakult, hogy nekünk mindig volt teltházunk. Két-három busz mindig volt, olyan trükköket is bevetünk, szegény Boldis Kálmánnak volt az ötlete. Mislei Róriról nem tudom, hallott-e Lórántról? Igen. Hallott, ott a Lóri bácsival persze, ő volt a főportás, szinte baráti viszonyban voltam. Ez volt a lényeg, hogy minden, tehát nem volt ellenségem. A vezetőktől kezdve a vezető beosztású emberek, azokkal mindig jó viszonyban voltam. És akkor megbeszéltük, Kálmán megbeszélte, például egy fogás volt ez, a portán, mikor megígéztek a vendégek, megnézték, nincsen névnapja, vagy születésnapja valakinek. Ha ma az volt, akkor másnap már reggelinél, vagy az ebédnél, a Kálmán vagy rózsával, egy kis pár, két-három szár rózsával, vagy egy üveg pezsgővel köszöntötte a névnaposat. Hát ez borzasztóan tetszett, és mindig persze a IBUSZ központ felé is jó vélemény ment. Aztán műsorokat szerveztünk színházigazgatóval. Hívták, nagyon rendes ember volt, nagyon jóval voltam, nem emlékszem pontosan. Mint ahhoz mentem volna a színházba szinte, hogy ott mi üzemeltettük a színház büféjét, tehát a színészekkel is közvetlenül kapcsolatba kerültem, és gyakran előfordult, akkor nem volt a színháznak saját társulata. Besőttek le, nem szívesen, mikor többször előfordult, hogy Várkonyi is meg lejöttek, és utána nálunk kacsoráztak. Hát jó szív, hogy mondjam, örömmel vették, ha leülök, beszélgetek akkor velük, és elmondták, hogy ha képzeljem el, 31 forintért jönnek ők le ide. Ugye, amikor én fizettem. Annyi volt a napi díj. Amikor leértek, az Atta Bálék meg, hát azok 1000 forint fölött kaptak tőlem egy estéért. Nem az, hogy 1500 forint, most már megmondtam, 1500 forint volt egy gázsi, egy este. Ilyeneknek mind a Német Marika, Latabár, Vidicsi. Na ez egyrészt, tehát az IBUSZ felé a kapcsolat, aki jó kapcsolatot, másfél előadás után szerveztem műsorokat, nem is hosszú, de egy kis előadás szerűséget, éneklés, valami, azokat külön díjaztam persze a színészeket, és szép kis, még elő színház utáni színházi vacsorát olcsóban adtunk, senki nem akart, nem tudom, amennyit tenni, tehát szinte fél adaggal be tudtam jönni, megnézni a műsort. Időközben azért tudjuk, hogy már székesfehérvári lakos, öreghegyi lakos volt, igen, hiszen az öreghegy azért elkezdett fejlődni. A Szőlőhegyből lett az elit lakónegyed. Hát, terület. Ugye akkor, mikor először... És ez már felelősséggel járt, hiszen székesfehérvári lett. Most egy székesfehérvári számára adott egyébként, ráadásul, ha egy olyan frekventált hivatásban dolgozik, mint ön, akkor nagyon sok munka vár rá, függetlenül a korától. Tehát tudta, hogy egyszerűen, mint vendéglátós, soha nem fog nyugdíjba menni? Gondolt rá? Hát én nem arra, hogy ilyesmi, még messze voltam a nyugdíjtól, nem gondoltam. De így, hogy előre gondolt ilyesmire? Hát nem nagyon. Nem gondolom, jól éreztem magam, csináltam a dolgomat, sikerült a főiskolát elvégeznem, úgyhogy úgy éreztem magam. Kerestek egy érdekes epizód. Egyszer, hát nem tudom, ugorják, hogy ne ugorják ekkorát. Szóval a lényeg az, hogy kedvedmény sárra lehetett akkor, hogy visszatérjek az Öreghegyre. A város tulajdonképpen az elkerült útnál végződött. Onnan már szántók voltak. Kukoricás, meg különböző szántók. A Pozsonyi út ott indult.
és ezt a részt fölparcellázták. Ott sikerült vennem egy telket, mint nem csak nekem, kollégám is többen vettek ott telket, építettünk házat, és közben után jött egy kellemetlen eset, elváltam. Biztos hibás voltam én is, mert nem lehet azért úgy teljesen munkának élni, és az ember teljesen munkájának él, akkor bizonyos, hogy elhagyjuk a családját. A feleségem bármikor ott nem voltam, én nem mentem sehova, nem voltak nekem kalandjaim, vagy ilyesmi. Egyszerűen dolgoztam. Mikor a dolgozók étterembe került, vége lett a műszakomnak, neki kellett állnom a könyvet is csinálni. Ha nem lett, hogy nem volt, aki megcsinálja. Utána a szabadságétteremben egyik rendezvény, a másik után volt. Még olyan is volt, hogy szabadságban pünköskor hazajöttem, mert annyi rendezvényünk volt, féltem, hogy rossz idő lesz, és nem lesz fedő, mert nagy kertelenség volt ott is, és ugyanaz folytatódott a Velencébe is. Úgyhogy tulajdonképpen vége az lett, hogy az első házasságom megromlott, elváltunk, és akkor én nekem egy, amit építettem házat, úgy volt, hogy odaadtam akkor, hogy megyünk lakást Pesten, feleségem vett lakást, vége az lett, hogy én Fehérváron maradtam, és hát egy szobás lakást tudtam magamnak venni, egy 30 négyzetméterest. Édesanyámmal ott laktunk együtt. Egyik alkalommal csöngetnek, éjszakás voltam, kelt édesanyám, hát általában mindig volt rajtam kívül ügyeletes üzletvezető, mert meg volt az éttermnek vezetése, a biztosnak vezetése, és volt a szálda is, de pluszban 50 méterrel laktam a szárdától. Ritka volt meg, hogy nem mentem át még, nem mentem vissza, hogy minőság, hogy van. És akkor is hazamentem, még aludtam, keresnek. Hát gyorsan egy köpeny magamra vettem, és még egy kis ülti a veszprémi megyei kereskedőszájnak a vezetői keres a veszprémi vállalat igazgatójával. És menjek át igazgató helyettesnek, azért kerestek meg. Hogy tudom is, hogy ki nem akarom, ki ajánlott, szakszereti vonalon ajánlottak engem, azért jöttek megkeresni. Hát rösteltem magam, hogy fogadni kell, de ennyi volt. Szóval meg is egyeztünk, mondták, menjek át a részleteket megbeszélni, fölvennének akkor igazgató helyettesnek, kereskedelmi igazgató helyettesnek eszvénybe. Minden Isten, valahogy a fehérvári polgármester, jaj, hogy is hívták? Biztos tudjám a nevét. Jaj. Ki megkeresett, hogy igaz-e, hogy el akarok menni Veszprémbe. Hát mondtam neki, hogy nincs lakásom, kénytelen vagy kell menni, mert ígértek nekem lakást. Hát az ezen, csak ezen múlik. Akkor kezdődött meg a lakásépítési program. Akkor az első a lakótelep volt a Rákóczi úti, a Velinszki lakótelep, tehát utána ismeri azt a részt biztosan. És hát ott akkor kapok én a lakást, ezért nem kell elmennem. Hogy annyira nem akartam én elmenni Fehérvárról, amikor ő azt mondta, hogy kapok lakást, de hogy megyek, akkor maradok a Velence szállóba. Hát így maradtam akkor Fehérváron. Közben volt egy olyan rendezvényünk. Hát mondjuk biztos azt kérdezett, hogy kitűnően végeztem a főiskolán, államvizsgám kitűnő lett, és utána több rendezvényben jutottunk, jött, hát ez egy külön mese, vagy egy külön történet, hogy jött a rekonstrukciója a Velence szállónak, nem tudom, tettet erről hallani, ugye akkor bezárt 65-be, és 67-ben jutottunk újra. Akkor egy évre elmentem a kiskolásnak, lettem a vezetője, addig, ameddig a munkák folytak, és 67 elején mentem vissza, átnézni, hogy folynak a munkák, és meg lesz, meg ugye az elkészüléseket megtenni, bútorokat beszerezni, meg ilyen dolgokat. És úgy
67-ben, ha jól emlékszem, megnyitottuk május 1-én a szállodát. Rá egy pár hétre püspökségről kerestek, és azzal Soly Lajosnak, püspök úrnak, 40 éves püspökségének a jubileumára szeretnék a papságot összehívni, a megye papságát, tehát őnek kezdni elejük nincsen, meg személyzetük nincsen, az ebédet meg, megfőzze, felszolgálja, nem-e vállalnám el. 67-et írunk ám, tessék ezt. Igen. Az új gazdasági mechanizmus. Tessék? Az új gazdasági mechanizmus. Az igaz, de akkor utána 68-ba kell jött az. 68-ban. 67-ben még nem volt. Én inkább arra gondolok, hogy papokkalnak akkor elvállalni egy kis rizikó volt a délebben. Ugye nem vagyok pártag, és akkor a püspökségnek rendezvényt nem volt. Szóval egy, hogy mondjam, bizonyos veszélyekkel járt, hogy így mondjam. Elvállaltam. Gondoltam, majd annak alapján, hogy terpteljest is meglegyen, forgalom növelés érdekében, meg tudom indokolni, hogy miért csináltam. Mit ad Isten, tessék elképzelni, ez azt hiszem szombati napon volt a, lett volna a rendezvény, kitelepülni a püspökségre, és engem csütörtökön hívnak be a párbizottságra, megyek párbizottságra. Korábban is volt nagy rendezvényt kellett lebonyolítanom, úgy meg voltam győzve most jól, ilyesmi miatt hívnak, vagy talán azért ott motoszkált, nem meg tudták esetleg, és rossz néven veszik, hogy a püspökségnél elfogadtam a rendezvényt. Hát egész másról lett szó, eddig a propaganda részlegnek a vezetőjével tárgyaltam, mindig ő szokott hívni engem. Most pedig a Honvoki Jóskához, Jókor Józsefhez, nem tudom, neve ismerőse, ő hozzávitte, meg voltam le, mert te jó is, akkor baj lesz, hogyha nekem a másodtitkához kell mennem. És akkor közlik velem, hogy Kádár elvtárs jön Fehérvárra, szombaton kell fogadnom, vagy pénteken, vagy szombaton, amikor pont a rendezvényben van, a püspökségnél van, akkor fogadást kell adnom, és a fogadást nekem kell bonyolítanom. Jaj, hát egy kicsit megijedtem. Nem mertem megmondani, hogy van nekem akkor már egy más rendezvényem is. Úgyhogy a püspökségi fogadást csinálni, a Kádárt fogadni, üzemet üzemeltetni, a szállodát, éttermet üzemeltetni. Hát nem aludtam aznap éjjel. Lényeg, most csak mindez szerencsésen lebonyolultam. Sikerült. Utána Kádár itt volt pár napig még Fehérváron, amikor Fehér megyébe, amikor Fehérváron volt, akkor általában ott pihent a Velence szállóba, és volt egy rendezvény kitelepés a Városi Tanácsnál, és a záró rendezvény meg nálunk a szállóba kellett megtartani. És érdekességként nem akarom hosszúra nyújtani a dolgot, minden szerencsésen sikerült. Amikor a zárórendezvény volt, emlékszem, a kacsás ült volt vacsorára, és rétes. Hát a kacsáknál tudni kell azt, hogy a 210 vagy 12 napos kacsa az, ami jó. Akkor még nem tokos, de már csíros, és legfinomabb akkor a húsa. Soponyára kimentem, elrendeztem azt, és finom rétest csináltunk még melléje. Hát csak Kádárnak a beszéde, ugye ott tartott beszédet, ott volt persze az egész megyei vezetőség, meg az egész megyei a pártagság, és meg az embereimet is érdekelte, hogy mit mond Kádár. Szakácsok kezdve, ott a folyosó nyár, tehát halani lehet, oda jöttek, magára hagyták a rétest. Képzeld, egy adag rétes teljesen lelégett. De szerencsére olyan rátartással voltunk, hogy nem lehet észrevenni. Elég, hogy olyan felborzolt idegállapotban volt az egész társaság utána. Ugye feszült volt azért, hogy sikerüljön, hogy probléma legyen. Éppen ezt tárgyaltuk, észre se vettük, hogy a párbizottságról
egyik titkár bejött, és hallotta a mi beszélgetésünket. Hát nem az ő fülének szántuk azért név azt, hogy bosszankodtam, hogy senki nem figyel a rétesre, és leég, meg szemrágyásítottam az embereknek. Hát az, amikor hát meglátod, ott van persze, hát azért jött, hogy köszönetét fejezze ki, hogy az egész idő alatt ilyen nagyon érdekes helyt álltunk, és nem csak most hozza a szóbeli elismerést, írásból is meg fogom kapni az első titkártól.